február 1-én átnevezik a Robert Károly körút és a Váci út kereszteződésénél található Árpád híd elnevezésű közlekedési csomópontot. Az új név a csomópont északnyugati oldalán található Göncz Árpád városközpontról kapja a nevét, tehát február 1-től nem Árpád hídnak, hanem Göncz Árpád városközpontnak hívják a helyszínt, ahol többek között megáll ugye a 3-as metró, valamint több autóbuszjárat, illetve az 1-es villamos is. Az átnevezés egyelőre nem érinti egyébként az ideig közlekedő volánbuszos járatokat, de elképzelhető, hogy későbbiekben a volánbusz autóbuszpálya udvarát is átnevezik.